Nasdanis cuccok a videós boltnál, link a leírásban. Ja, és köszi, ha vesztek. Na sziasztok mindenki, ma egy történet mesélős videót hoztam el nektek, de az elején ki szeretném én is próbálni a bongót, mindenki tudja, hogy miről van szó. Én is elküldöm a 160666-os számra a szerelem szót. Na, remélem, cicis lát fog dobni. Szerelem szó a teljes nevemmel és a lakhelyeddel, ahol laksz, városoddal. Hát én falusi paraszt gyerek vagyok, azt írom be, hogy rém. Mai napig nem hiszük el, hogy létezik ilyen falu. Na, jó, dolgozik a kicsike, kíváncsi vagyok gyerekek. Remélem, hogy jó cicis lányokat fog bedobni. Kíváncsi vagyok, ki szerelmes belém, vagy ki érdeklődik irántam. De ez nagyon durva gyerekek, hogy sok mindent tud, olyan dolgokat, amik lehet, hogy tényleg igazak. Hát kíváncsi vagyok erre az egészre. Na, megérkezett gyerekek. Látjátok azt hiszem a képernyőn. Bongo tudja, Danira úgy csorgatják a lányok a nyálukat. Mint vajom a banánra. Cynthia szerint annyira jó a haja, hogy a csajok zúdítják rá lájkokat. Hát köszi, Cinti, nézzétek meg. Hajam is milyen. Lájkoljátok a videót tényleg, hogyha jó a hajam. Zsuzsi egyre cuki vele mostanság. Mi lehet a háttérbe? Na mi lehet, Zsuzsikám? Mi lehet a háttérbe? Hát erről még én se tudtam. Na, de tényleg cuki velem, úgyhogy nagyon aranyos. Na hát gyerekek, a 160066-ra kell elküldeni a szerelem szót a teljes nevetekkel és a lakhelyetekkel, próbáljátok ki. Nekem hát vicceset írt nagyjából, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mit írt. Ha valaki esetleg kipróbálja, kommentbe írja le, hogy mit írt neki a bongó. Na, most pedig ugye közeleg Sylvester Stallone, úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnék nektek történeteket elmesélni. Képzeljétek el, hogy amikor kicsi voltam, akkor a nagybátyám hozott füstgránátot. Gyerekek, az volt ráírva, hogy füstgránát, letettük a nagybátyámmal a földre, meggyújtottuk. Olyan közelről néztük gyerekek, hogy elkezd füstölni, meg majd élvezzük a dolgokat. Annyira megijedtem, hogy majdnem Jézussal az utam. Gyerekek, ez nagyobbat durrant, mint egy petárda. És olyan közelre néztük, jó, hogy nem. Mondom, majdnem Jézussal az utam. Hihetetlen volt. Akkor egyszer történt olyan, hogy ja, de vigyázzatok ezekre a dolgokra idén is. Ne nagyon petárdázzatok meg ilyen dolgokat, mert nagyon veszélyesek tudnak lenni. A következő sztorium is ehhez kapcsolódik. Hát fiatalok voltunk gyerekek, ilyen 12-13 évesek, és a villanyoszlopra betettünk ilyen, nem tudom, ilyen durranós tűzijátékot, nem sikoly, de hasonló, nagyobb volt egy fokkal, mint a sikoly. Beletettük a... hát így bele lehet állítani a villanyoszlopba, vagy mibe. Na, és képzeljétek el, hogy amikor meggyújtott a nagybátyám, eldőlt. Átrepült a szomszéd, a főúton. A szomszédhoz, és ott robbant az ablakba. Ilyen gyorsan én még nem futottam soha, de az ablaknak semmi baj nem volt, először azt hittük, hogy betör, de nem lett semmi baj, csak akkorát durran szerintem a bácsi ott megijedhetett, aki ott lakott, mert hihetetlen nagyon durrant. Most kell majd kocsonyát csinálni, nem? Ti szeretitek a kocsonyát? Nem tudom, hogy a városiak mennyire jártasak ebbe. Az azt hiszem valami hús, fagyasztott húsleves, disznó cucca. Nagyon szeretem. Régen nem szerettem, de most már nagyon szeretem. Akkor egyszer sajnos idén se volt fehér karácsony, meg fehér szilveszter se lesz. Sylvester Stallone se, ez nagyon béna poén, de szerintem nekem nagyon tetszik. Idén szilveszterkor se lesz sajnos fehér karácsony, de... mármint itt nálunk, de volt egyik évben, amikor fél óránként mentem ki havat lapátolni. Ugye akkor még fiatal voltam, nem pesgőztem meg ilyenek, még nem bulisztam, mamámnál voltam, ezt kiküldött fél óránként havat lapátolni. Leesett 10 centi, jó, összelapátoltam, az volt megint patyúz centi, jó. Hát jó telt az a szilveszter, meg volt egyszer, hogy otthon csak játszottam, kockultam, akkor ilyen hát, kettős korszakomat éltem és csak játszottam. Idén szerintem házi buliba megyek, voltam már bálba is. Írjátok le kommentbe, hogy ti hol szoktatok szilveszterezni. Szerintem jobb egy szűk baráti társaságba, egy házi buliba szórakozni, mint egy nagyobb helyen. Ja, meg szokott olyan lenni, van az a cucc, hogy bólé. Azt tudjátok mi?
összedaraboltok nagyon sok gyümölcsöt, beleöntitek megylevet meg mindent, és egy üvegpezsgőben nagyon fantasztikus. Nagyon-nagyon jó íze van, gyerekek. Úgyhogy így kívánok mindenkinek boldog új évet, remélhetőleg idén még lesz videó. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek a figyelmetekkel. Ezt most Milán kamerájával vettem fel, remélem, hogy tetszik nektek. Remélem, hogy tetszek. Szintének és Zsuzsinak. Na, további jó szórakozás. Sziasztok!